milyen jelentősége van annak, hogy a Játékos Lét Kutatóközpont ma itt jelen van a szimbiózis napokon? Nagyon fontos volt, hogy a kutatóközpont, ami létrejött április elején, a Játékos Kutatóközpont, az kicsit megmutassa magát a világ felé is, hogy nem csak egy ilyen öncélú, köldöknézős társaságról van szó, aki megfogalmaz bizonyos szakmai és nagyon fontos célokat, tartalmakat, hanem nagyon fontos volt az is, hogy ezt azon közönség számára is láthatóvá tegyük, akik érintettek is lehetnek, vagy úgy, hogy játékosként, vagy úgy, hogy szülőként, vagy tanárként, de nagyon sokféle módon, és szeretnénk azt, hogy az egész játékosítás, mint olyan, az egy ilyen társadalmi folyamattá váljon, és egy antropológiai fesztiválon úgy gondoljuk, hogy helye van annak, hogy a játék és a játékosság az nem csak formailag, tartalmilag, hanem módszerben és csapatban is jelen legyen. Milyen programokat szerveztek ide a Fogasházban, illetve milyen témájú előadásokat hallhatnak az érdeklődők? A Játékos Lét programban belül először is bemutatkoztunk, hogy kik vagyunk, milyen célokkal rendelkezünk, hol tartunk most, kik a csapattagjai, és nagyon fontos volt az, hogy rögtön a hasznossággal kezdtünk. Az, hogy milyen alkalmazási területei vannak a játékos létnek, létezésnek, módszernek. Elsősorban az oktatásra helyezzük a hangsúlyt, és ezekből voltak az első blokkban példák, hogy milyen módszerrel, milyen területen, milyen célcsoporttal, mit is lehet. Azok az emberek, akik már felnőtt korúban találkoztak a technológiai vívmányokkal, akik számára nem természetes az, hogy mondjuk telefon, mobiltelefon és egyéb ilyenek vannak, annak ők elméletileg az X és az előtti generációk. Az X generáció már az, akik, ahogy már nőttek föl gyermekkorukban, már megtapasztalták ezeket az előnyöket, számukra a világ már egy kicsikét máshogy működik. Tehát ők azok, akik már tudják azt, hogy nem kell előre két napra megbeszélni egy találkozót, mert hogyha úgy alakul, akkor föl tudom hívni és le tudom mondani. A következő kategória, őket már általában az a 80-as évek után születetteknek szoktuk besorolni, bár ez régiónként és területenként változhat. Ők azok, akik számára már természetes az, hogy létezik hozzáférés az ilyen kommunikációs eszközökhöz. Ők azok, akik már ismerik is az internetet, és ezt aktívan használják is. És ezután a következő definiált kategória, az a Z-generáció, akik számára már nem csupán az internet maga egy természetes evidencia, hanem az is, hogy ezt bármikor, bárhonnan elérhetik, akár mobil eszközről is. Ők el sem tudják képzelni, hogy milyen az, amikor mondjuk egy általános iskolai osztályban két gyereknek volt telefonja, és tudtuk róluk, hogy ők azok, akiknek olyanok a szüleik, hogy lehet telefonjuk. Tehát itt azért lehet látni, hogy egy meglehetősen nagy különbségről van szó. És ez nagyon sok szinten megjelenik. Nem véletlen az, hogy az egyik kiemelt területünk az oktatás és az ezzel kapcsolatos dolgoknak az átvizsgálása, mivel az oktatási rendszerek egyébként nem csak Magyarországon, hanem számtalan helyen, és egyébként a világ nagyon fejlett nyugati országaiban is, egyszerűen nem tudnak lépést tartani azzal a sebességű változással, amit a technológia és a társadalmi környezet változása jelent. Tehát nem mennék bele a részletekbe, mindenki tudja, hogy körülbelül hogy néz ki egy átlagos oktatási óra manapság, és mindenki tudja, hogy manapság egy gyerek az mennyivel hamarabb fogja megtalálni ezt az információt, ha ő meg akarja találni. Ez az egyik nagyon fontos területe annak, hogy megtaláljuk azokat a módszereket és mechanizmusokat, amelyekkel ezeket az embereket, ezeket a gyerekeket, vagy akár felnőtteket jobban lehet motiváltá tenni, és jobban lehet őket segíteni abban, hogy a mai világban hasznos kompetenciákat és képességeket sajátítsanak el. A második blokkban már belevágtunk a konkrét azon játékokban, amiket végig is használ a játékosítás. Itt a lényeg az online tér volt. Ugye tudjuk, hogy a digitális generáció nő föl, meg a környezet az körülvesz minket, és fontos az, hogy ennek a keretén belül született online játékokat pár példával mutassuk be, hogyan működik a közösség, hogyan jönnek létre, mit élnek meg ezek a közösség alkotó erők. És a harmadik blogban pedig megnéztük, hogy azért bármilyen információs, társadalmi és digitális fejlődések vannak körülöttünk, az úgy gondoljuk, hogy valahol a valós, az offline lét, az mindig is létjogosult lesz, és amikor játékokra beszélünk, akkor az ne egyszerűsödjön online szinten, legyen offline, és ilyen szempontból a szerepjátékokat választottuk ki, és emeljük ki, hogy ott nem csak mint játék érdekes, hanem azokat technikaként hogyan lehet alkalmazni különböző területeken, és ezen blokkok végén játékok voltak, vízkérdések, amiből a előadóknak a előadás tartalmait lehetett tesztelni, és nagyon fontos rész volt még, ami folyamatosan futott, ez a bizonyos legosztika,
amit a logisztika alkotói mutattak be, hogy terapasztalom, hogyan lehet stratégiai, logisztikai típusú gondolkodást modellezni. Nagyon sikeres volt, és ez végigfutott az előadások alatt. Mi is ez a logisztika, amiről ön beszélt az előadásában? Mi ennek a lényege? A logisztika az az, hogy hogyan készítsük fel a diákokat egy gyakorlatorientált program segítségével a való életben levő problémákra, és erre egy szimulációs környezetet állítottunk össze, vagy terveztünk, és úgy gondoljuk, hogy ez sikeresen segítheti őket abban, hogy felkészüljenek azokra a problémákra és azokra a kihívásokra, ami például az egyetem után vár a diákokra, vagy a logisztikusokra. Ezt a játékot itt egész nap kipróbálhatják az érdeklődők is. Mi a játéknak a lényege, mivel tudnak játszani, illetve mit szeretnének bemutatni ezáltal? A játék az egy autógyárnak a szimulációja. Igazából egy terepasztalon zajlik, és ezen egy kis általunk konstruált Lego autót kell összeállítani. Négy játékos játsza, és négy megfigyelő is játszhat, hogyha van rá igazából ember. Azokat a logisztikai eseményeket, stratégiákat próbáljuk bemutatni egy gyakorlatorientált program segítségével, amiket igazából az elméleti oktatás keretein belül tanítunk a diákoknak. Mennyire tudják bevinni ezt az oktatásba, vagy mennyire elterjedt ez Magyarországon? Megmondom őszintén, hogy kicsit nehézkes, mivel a magyar felsőoktatásban eléggé ragaszkodnak a teórián alapuló tanuláshoz, vagy oktatáshoz, úgyhogy ilyen szempontból nehéz. A Széchenyi István Egyetemen Győrben ott már tanítjuk ezt, és egy mesterszakos óra keretein belül, és spanyol és szlovák partnerintézményeinkben is már sikerrel adaptálták ezeket a metódusokat, úgyhogy haladunk. Az élet mely területein lehet még fontos ez a módszer ön szerint? Nagyon fontos, hogy megtanulják a diákok azt, hogy megtanulják az emberek alapvetően, hogy milyen fontos csapatban dolgozni, és hogy egy jó csapatmunka mennyit dobhat, tegyük fel egy vállalatnak is a sikerességén. Ezeket nem csak az oktatásban használjuk, hanem vállalati tréningekre is megyünk, és egyrészt csapatépítőként, másrészt pedig a csapat kohézióját tudja nagyon jól biztosítani azzal, hogy például egy felsővezető egy sori munkással együtt ül le, és együtt találják ki a stratégiákat. Ezzel oldódnak köztük is a feszültségek, vagy a hierarchia okozta szakadékok, és másrészt pedig meglátják, hogy ő mit is csinál, és ez nagyban segít ahhoz, hogy sikeresebb legyen maga a vállalkozás. A gangster virágot öli fel teljes egészében, tehát egészen a Pitiánél bűnözésektől, gyakorlatilag a családok alapításáig, azoknak a működtetéséig. 2010 márciusában indult útjára, egy barátommal gyakorlatilag folyamatosan ilyen online szerepjátékot játszottunk, és mindig kerestük azokat a játékokat, vagy azokat a dolgokat, amik hiányoznak azokból a játékokból, és úgy gondoltuk, hogy meg lefejeztük saját magunknak azt, ami mindezt tartalmazza. Vannak-e valamilyen extrák ebben a játékban? Ha igen, akkor milyenek, vagy mitől lehet jobban megkülönböztetni, vagy miben más vagy új, mint más ilyen játékok? Hát egyrészt nincs magára hagyva az első év után, mint ahogy a többi játék. A vezetőség az teljesen úgy próbál meg hozzáállni a játékhoz, vagy a játékosokhoz, hogy bármilyen kérdésük van, akkor segítünk nekik, illetve a fejlesztések terén is folyamatosan a játékosok kéréseire reagálunk, és ez a többi játékban igazából nem volt felfedezhető. Milyen tapasztalatokat tudott levonni a játékból, akár negatívokat, akár pozitívokat? Csalódtam a fiatalabb közösségben, nem gondoltam volna, hogy ekkora csúnya szóval hazugságok lesznek, amiket ők felvállalnak, de ennek igazából szerintem csak az internetes anonimitás ad teret. Tehát nem hiszem, hogy ezek az emberek a való életben is így tudnak, vagy ilyen emberek tudnak lenni. Hála jó Istennek, rengeteg pozitív is van benne, tehát az emberek segítőkészek, folyamatosan segítik a vezetőséget is, és a játék fejlődését is. Az asztali szerepjátékot leginkább úgy tudnám megvilágítani, hogy biztosan sokan olvastunk már úgy egy regényt, hogy valamit máshogy csináltunk volna, mint ahogy a szereplő. Most az asztali szerepjátékban erre lehetőségünk van, mert nem csak többet egyedül, hanem többet magunkkal, mert csapatban vagyunk, ahol egy történetet játszunk végig, amit egy úgynevezett mesélő ad elő, aki ő a játékosok szeme és füle, és a játékosok egy-egy karaktert alakítanak, akinek van egy saját jelleme, és egy adott szabályrendszer szerint, ami a játéknak a saját rendszere, azt szerint cselekednek. Szabadon egy ilyen elképzelt valóságban, egy fantázia világban,
Ez nagyon széles, szinte bármilyen világ lehet, tehát lehet egy alternatív valóság, lehet egy ilyen Gyűrűk ura jellegű fantasy, vagy akár mondjuk egy Star Wars jellegű science fiction űroperet. A LARP egy mozaik szó, ami a live action roleplayinget, azaz az élő személyben játszott szerepjátékot jelenti. Ez abban különbözik az asztali szerepjátékból, hogy ilyenkor felállunk az asztaltól, és az általunk megjelenített karakter jelmezébe belebújunk, és valóban a saját szemünkkel és fülünkkel játszunk egy olyan területen, ami a lehető legjobban hasonlít az adott játéktérre. Ha például, ahogy mondtam, mondjuk egy Gyűrűk ura játékot szeretnék játszani, akkor minden bizony egy ilyen rendezvény egy középkori vár közelében, vagy valami olyan helyen van elrendezve, ami nagyon hasonlít a Gyűrűk ura a filmekben látott, vagy egy a könyvekben megjelenített terekre. Még mondjuk nyilván, hogyha ez egy hétköznapi játék, ami itt a városban játszódik, akkor rengeteg, az egész város lehet egy játszótér a játékosok számára. Nagyon fontos különbség az, hogy a játékos csak azt tudja, amit tényleg ott van, ott hal, ott lát, és teljesen más rendszer alapján működik. Míg egy asztali szerepjátékot abba lehet hagyni, amikor csak akarunk, tehát így kimegyünk WC-re, eszünk, bárki mondhat valami olyasmit, ami a játékban nem illő dolog. Egy élőszerepjátéknak megtöli ezt az immerziót, a beleképzelés hangulatát, hogyha valaki nem karakterként cselekszik. Ezért egy jóval nehezebb műfaj. Kicsit ahhoz tudnám hasonlítani, amit a színészek csinálnak az improvizáció színház alatt. Talán láttak már olyasmit, amikor a nézőket is bevonják valamennyi a játékba. Ez ahhoz hasonlít, de annál jóval bonyolultabb forma. Melyik az elterjedtebb hazánkban, a LARP vagy az asztali szerepjáték? Hát a hazánkban, mint ahogy a világon is, az asztali szerepjátékosokból van a legtöbb, habár ez is időigényes, nem annyira időigényes, mint egy LARP, amely egy eléggé speciális habitust is igényel. Sokan nem merik kipróbálni, mert lehengeri őket az a hihetetlen inger mennyiség, amit az jelent, hogy élőben ott vannak és megjelenik a karakter. Általában az emberek ettől valamilyen félnek, de sokakról kiderül, hogy igazából ez is megy nekik, mert az emberben ősidők óta benne van az, hogy szerepeket eljátszik. Csak gondoljunk mondjuk a régi kultúrákra, az ókorra, vagy akármilyen mesésen előadott játékra, mondjuk a busójárásra is valahol egyféle élő szerepjátéknak feleltethető meg.